Gépek morzsolják a kukoricát nyírlugosan a kukoricafeldolgozó üzemben. Magyarország jelenleg Európa legnagyobb, a világ harmadik legnagyobb csemege kukoricatermesztője. Évente több mint 36 ezer hektáron, több mint 500 000 tonna terem belőle az országban. A zöldség-gyümölcs feldolgozással és gyorsfagyasztással foglalkozó AgroSprint ZRT a fejlesztéseket megelőzően 3800 tonnás gyártókapacitásra volt képes, melyet jelentősen megnövelt a mintegy 2,2 milliárd forintból épült új feldolgozó és tároló üzemegység. Ez 750 millió forintot tett a cég, plusz épült 1,3 milliárd forint saját erőből további technológiai feldolgozásra alkalmas gépek beszerzésével új gyáregység. Ezzel elérték azt, hogy 50%-os termés és 50%-os tároló kapacitás bővítés történjen. Nyírlugoson mindez 71%-os termelés és tároló kapacitás bővítést jelent. Az üzemeltetőn Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar gazdaság évek óta egyre jobban teljesít, akár a növekedést, akár a munkában állók számát, vagy akár a bérek emelkedését tekintve. Kiemelte, 2010 óta több mint 84%-kal emelkedtek a nettó bérek, miközben a munkanélküliség az akkori 12%-ról 3,3%-ra csökkent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 172 ezerről 242 ezerre nőtt a munkában állók száma, míg 43 ezerről 23 ezerre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, vagyis a közel 20%-os munkanélküliségi szint 8,9%-ra csökkent. A tárca vezető hozzátette, az Európai Unióban nem volt olyan ország, amely a miénkhez hasonló 5,3%-os gazdasági növekedést tudott volna produkálni az idei első negyedévben. Számos hibás döntés okozza azt, hogy Európa nem tud élni az adottságaival, noha ezek lehetővé tennék, hogy a mostaninál sokkal jobb teljesítményt tudjunk felmutatni. A mi példánk és a magyar példa is azt igazolja, hogy ha jó helyre tesszük a hangsúlyt, a munkahelyekre, a családok erősítésére, az adócsökkentésre, a beruházások támogatására, és általánosságban véve a vállalati környezet, a vállalatok működésének a javítására, akkor eredményt tudunk elérni. A kormány célja ezért változatlanul az, hogy a magyar gazdaság felzárkózási pályán maradjon, azaz a gazdaság növekedése mindig meghaladja az Európai Unió átlagos növekedését. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ez legalább 2%-ponttal magasabb legyen. Mivel látjuk a jeleket, a kicsit borús jeleket az európai gazdaságban, ezért készítettük el azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amely a következő hónapokra ad eligazítást abban, hogy mit is tervezünk. Varga Mihály ezek között elsősorban a vállalkozásokat érintő, valamint a szociális hozzájárulási adó és a kiva csökkentését, az adóelőleg feltöltési kötelezettség eltörlését, a munkásszállásépítési programot, az öntözött mezőgazdasági területek nagyságának kibővítését, illetve a vállalkozások hitelhez jutásának könnyítését emelte ki.